Marha bőrből készülnek a bőrszíjak. Nebb Dénes szíjgyártónál, népi iparművésznél vendégeskedünk. Kicsit talán a munkamorált is rontjuk, de szívből jövő kíváncsisággal figyeljük a népművészet mesterét, akinek keze alól díjnyertes, világhírű parádés szerszámok kerültek már ki. 1984-ben volt Szilvásváron egy világbajnokság. Akkor még Bárdos György fogadhajtó már akkor is világbajnok volt, őneki kellett egy szerszámot készíteni. Kaptunk egy 6x9-es fényképet. A fényképen Rudolf trónörökös koronázási szerszáma szerepelt, és azt mondták, hogy na, ilyet kell csinálni. Akkor elővettük a nagyittót, akkor újfajta csatok, veretek készültek abba az időbe ehhez a szerszámhoz, és szépen fél év alatt elkészült egy 4-es szerszám. Minden egyes szíjazat a fonással volt díszítve, fonott sallanggal volt, és hát volt is értelme ennek a rengeteg munkának, mert abban az időben volt a fogadhajtó versenyeknek egy olyan versenyszáma, hogy díjhajtás, bemutatás. Amikor felvették a parádés ruhát, a legszebb ruhát, a legszebb szerszámot láttak a lovakra, és képzelünk el egy futballpályát, ahol van a két kapu, és a hosszú partvonalon pedig még kettő-kettő bíráló van, és akkor a fogadhajtóknak mindegyiknél meg kellett állni, és akkor megnézték a hajtók ruházatát, a hintókat, a lószerszám összhangját, az egész, hogy hogy néz ki. Abban az időben még Erzsébet királynő férje Fülöp herceg versenyzett, és itt is volt Szilvásváradon az angol csapat tagjaként, és ezt a versenyszámot hibapontokra, hibákkal díjazták, és Bárdos György ugyanolyan kevés hibapontot kapott a lószerszámra, mint amelyet Fülöp herceg. Ugye, hogyha Fülöp herceget már elérjük, az már valami eleganciába a herceg urat megverni, ugye az lehetetlenség. Ez amikor 84-ben elkészült, ez a 4-es lószerszám, akkor egy nálunk a legdrágább autó, az 1500-as Zsiguli, 180 ezer forintba került. Ez a lószerszám akkor volt 227 ezer forint. Tehát ez így nagyon kevés pénz, ezt a Zsigulis dolgot azért mondtam, hogy valahogy össze lehessen vetni, hogy akkor meg a mai árakat, hogy most akkor az 1500-ös Zsigulit mihez rakjuk, ugye Mercedeshez nem rakhatjuk, de bármilyen autóhoz hozzárakhatjuk. A kifogástalan műben, és nyugodtan nevezhetjük műalkotásnak, minden munkafolyamat fontos, az alapanyag kiválasztása, amint a megrajzolása, tökéletes szabása, vágása, az öltések milliméternyi pontossága, a bőr gyalulása, festése, szélezése, a sallangok fonása, és nem utolsó sorban a szép érzék és a türelem. Én megismerem az enyémet, a régi időkben fogadhajtóbírók is rámutattak 50 méter távolságról, és megmondták, hogy azt a szerszámot én csináltam. Most már annyira a fogadhajtóbírák sincsenek benne ebbe a dologba, mert nincsenek úgy stílusok, mint régen volt. Tehát átmentünk egy funkcionális, mindenki egyforma, minél kevesebb munkával előállítható lószerszám irányába. Tehát olyan, hogy a kápa vánkost, ami a ló hátán van rajta és a lóval egyezik, azt disznószőrrel már nem igazán tömik ki. Most fognak, beragasztanak egy gumit, bevonják bőre, pont jó alulnak. A szekszárdi születésű mester nem készült erre a pályára, de az élet mégis egy fordulattal a több mint 80 éves családi hagyomány folytatása felé vezette. Középiskolát, mikor Palánkon elvégeztem, utána ki kellett találni, hogy mit csinálok, és úgy volt, hogy egyetemre megyek, és a strandon készül valaki az egyetemre, természetesen nem veszik föl, mert inkább néztem a fürdőruhás lányokat, mint a könyvet. És amikor kiderült, hogy nincs egyetem, akkor kerültem nagybátyámhoz, és nála tanultam ki a szíjgyártó mesterséget. És a Tolna vármegye iparalmanatjába olvasható, hogy a nagypapám Nebb Gyula 1910-ben költözött be Szekszárdra, a Báró August Imre utcában lakott, tehát ahol most a főiskolának az étterme van,
két segéddel dolgozik. Az első világháborúban ilyen-olyan hadszintére harcolt, ilyen-olyan kitüntetéseket szerzett. Ennyi volt ebben. És hogy nem a nagypapánál tanulta a mesterséget? Ő addigra már nyugállományba vonult? Az édesapám késői gyerek volt, így a nagypapa, amikor 1968-ban meghalt, akkor én még a középiskolába kezdtem járni. Édesapja örült annak, hogy folytatná a családi hagyományokat? Tovább vinni? Abban az időben nem volt olyan, hogy vigyük tovább a családi hagyományt, meg ápoljuk a múltat. Keményen szocializmus volt. A szerelem volt első látásra, első fogásra? Nem, valamit csinálni kellett. Tehát kézműves mesterség miről szól? Dolgozó. Először is a munkát kellett megszeretni. Annak kellett örülni, ha reggel nekiálltam, és először kutyanyakörveket vartam, és megvartam két kutyanyakörveket reggeltől estig, hoppá, ez akkor készen van. És az egy öröm volt, hogy én már aznap kettőt meg tudtam varni. Hogyha az ember utálattal teszi, abból soha nem lesz iparos, akkor a munkáján is meglátszik. És mindig egy kicsit jobban, mert mindig egy kicsit többet tanultam, többet tudtam. Akkor utána már a lószerszámot is varhattam, utána már a bőrt is szabhattam, vághattam. Mindig egy lépéssel mentünk előrébb, és hát a mesterség így lett megtanulva. Összes többi kézzel van varva. Ha csinálok egy tarisznyát, annak is csak a szegélye van géppel fölvarva, az összeállítás kézzel történik. A mai világ már megint nem erről szól, csináld meg gyorsan. Független, ha még bőrből is van, a gépi varás akkor is eltart egy 8-10-20 évig, de a kézi varás még tovább tart annál is, mert ha ne adj Isten, megpattam egy szál valahol, ugye a gépi varásnál megfogjuk, lehúzzuk szépen, és akkor lefeslik az egész végig. A kézi varásnál pedig hol alul van a szál, hol fölül van, elkopik a cérna, a mellette levő szál ugyanúgy tartja. Hát itt nagyon sok olyan szerszám van, ami a nagypapától származik. A kézműves festességben itt a high-tech technológia, meg amit most vannak a világban, ez ilyen nem létezik. Nebdénes munkája a parád és lószerszámokban alkotott remek művei miatt a megyei értéktárba is felvétetett. Ennél csak az volt jobb érzés, amikor a népművészetmestere címet megkaptam, a díjat megkaptam Budapesten a várban. Ezért volt értelme dolga.